Bolyhos rét. Leni a polip bolyhos réten él. Egész pontosan a Csáp társasház 5 per B alatt. A polipok a tenger mélyén élnek, ezért nem találkozunk velük a vízben. De Leni, ahogy azt már kitalálhattátok, nem egy hagyományos polip. Miközben polip barátai boldogan élnek a tengerben, Leni ebben a házban, a Csáp társasházban lakik. Látjátok őt? Nem könnyű ilyen rendetlenségben. Nagy itt a kosz. Nagyon nagy. Leni egy nagyon lusta és nagyon rendetlen polip. Ő sosem takarít, sosem mosogat, és sohasem pakol el semmit, amit már egyszer használt. Ez a hely még Rexnek, a malacnak sem tetszik. Hallottatok már olyan házról, ami még egy malacnak is mocskos? Sokszor mondják azt Leninek, Leni, ki kellene takarítanod? Ő vállatvonva azt feleli, ne zavarj! Leni valóban egy lusta és koszos polip. Egy nap látogató érkezik Lenihez. Nem, nem Rex a malac. Az egy másik történet. Valaki, aki hivatlanul érkezett hozzá, és a megkérdezése nélkül elpakolta a dolgait. Nigel volt az, a pimasz barna egér. Leni szereti a vendégeket. Előfordult, hogy valaki odaköltözött hozzá, de Leni észre sem vette. Nigelt viszont annál is inkább. Egy éjszaka Leni az ágyában szundikált, amikor sercegő hangra ébredt. Éles hangra. Leni megébredt, és kíváncsian a konyha felé indult, hogy megnézze, mi ez a zaj. És ott volt ő. Nigel, a pimasz barna egér. Leni zsírkrétáival rajzolt, a játékaival játszott, és a félig megevett szendvicseit majszolta. Kiáltotta Leni, akit meglepett, amit lát. Ó, ne vágj már ilyen ilyet képet! Mondta Nigel nem túl barátságosan. Nem vagy valami barátságos, mondta Leni, később a teánál, mire megnyugodott. Nem izgat, mondta Nigel. Itt maradok, és semmi sem tehetsz ellene, válaszolta. De én itt lakom, mondta Leni dühösen. Nem izgat. Ez volt Nigel kedvenc válasza. Ha nem tetszik, költözz el. Másnap Pindúr szokásos reggeli sétájára indult. Ekkor látta meg Lenit egy padon aludni. Nagyon meglepődött, hogy itt látja őt. Pindúr odament hozzá, és finoman felébresztette. Miért nem az ágyadban alszol? Van egy barátságtalan látogatóm, és el kellett jönnöm, válaszolta Leni, akit nagyon bántott a helyzet. Pindúr eldöntötte, segít visszaszerezni Leni otthonát. Így Pindúr és Leni a polip visszamentek a Csáp társasházba, hogy beszéljenek Leni hivatlan vendégével. Amikor Pindúr meglátta, micsoda kosz van, teljesen elképett. Leni! Ugatta. Itt hatalmas a kosz! Takarítanod kellene! Leni csak annyit felelt. Ne zaklass ezzel! Majd bemutatta őt a hivatlan vendégnek. Pindúr, ő itt Nigel, a pimasz barna egér, mondta Leni. Pindúr kezet nyújtott Nigelnek. Nigel, ő itt Pindúr. De Nigel nem fogott kezet Pindúrral. Helyette egy büdös sajtdarabot vágott hozzá, és beásta magát a koszba. Tűnj el!
kiáltotta a pimasz barna egér. Pindur rájött, hogy Nigel egyáltalán nem barátságos. Nem mondhatni barátságosnak, mondta Pindur. Tudom, felelte Lenny keserűen. Nem tudom, miért jött és miért nem megy el. Pindur töprengeni kezdett, majd hirtelen támadt egy ötlete. Takaríts ki, vakkantotta. Lenny azt felelte. Nem érdekel. Pindur elmagyarázta Lennynek, hogy az egerek a piszkot szeretik. Aki takarítasz, folytatta, az egér el fog menni. Lenny felpattant és takarítani kezdett. Lusta Lenny már nem is volt rest. Visszatette a ceruzáit a dobozba, elpakolta a játékait, és még a félig megevett szendvicseit is kidobta a szemétbe. Pindur segítségével Lenny gyorsan kitakarította a lakást. Ledöbbenve Lenny tiszta lakásától, Nigel a pimasz barna egér összepakolt, főként csajtból, és csalódottan útra kelt. Lenny nagyon boldog volt, és ettől a naptól Lenny tisztán tartotta otthonát. Nos, majdnem. Egy nap Lenny meglátogatta Rexet, a malacot, aki egy rettentő mocskos házban élt. Takarítanod kellene, mondta Lenny. Rex csak annyit mondott, nem érdekel. Találjátok ki, ki látogatta meg őt később.